Ibrányban 8 év adták át a városi tanuszodát, és 2 év oktatás követően 6 éve kezdtek versenyezni a helyi fiatalok. Jelenleg mintegy 30-an készülnek 2 edző, Seres Zsigmond és Víg László irányításával. A Diákolimpia Nyírbátori megyei döntőjében 6 ibrányi úszó harcoltak annak a lehetőségét, hogy ott legyen a miskolci Kemédénes sportuszodában megrendezett országos fináléban. Korábban egy országos bajnoki címmel büszkélkedhetett az iskola, amelynek tanulói 2 arannyal és 1 ezüsttel tértek haza a döntőről. 3 érmet sikerült szereznünk, ebből 2 egyéni is egy váltó érem. Szentesi Levente volt a legeredményesebb versenyzőnk, ő egy egyéni ezüsttel a 100 méteres gyorsúszószámban, egy egyéni aranyéremmel a 150 méteres mellúszószámban, és a 450-es gyors váltónk hozott el még aranyérmet, megnyerve ezzel az országos bajnoki címet. Szentesi Levente mellett Sohodúcki Tamás, Berez Zsolt és Imre Csongor úszott még a váltóban. A 3 érmet szerző fiatalember 6 éve úszik, országos döntőben először állhatott rajtkőre, és mint mondja, eredményei felülmúlták az általa előzetesen remélteket. Ebbe 5. helyre akartam, de sikerült az első hely is. Gyorsba 2., abban 2. is lettem. Váltóban már megpróbáltuk összehozni az első helyet, de ez meg is volt. Az ibrányi úszók a tanév hátralévő részében még rajthoz állnak a Szabolcs túrsorozat 2 állomásán, majd egy házi versennyel zárják a tavaszi szezont.